Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki szereti a basszusgitározást és a hangszereket. Tóth Szabolcs vagyok, a B-Borszél zenekar basszusgitárosa. Itt vagyok Fodor Tamás barátomnál, alias Woodhead-nél. Woodhead néven gyárt pickupokat, illetve néha hangszereket. Ez egy különleges basszusgitár, amit eljöttem megnézni. Ez egy 6 húros fretless hangszer, amiből szerintem nincs sok az országban. Eleve fretless hangszeren nagyon nehéz játszani, csak az igazán profik játszanak jól, illetve akik nagyon-nagyon sokat gyakorolnak és erre állnak rá. Ez egy fiatal basszusgitáros hangszere lesz. Ő ilyet szeretett volna építetni, és szerintem elégedett gazdája lesz ennek a hangszernek. Amit tudni kell, hogy a test az dió, átmenő nyakas, juhar és venge szendvics nyaka van. Nagyon kecses a nyakprofil. Szinte elsőre úgy érzem, hogy túl keskeny, de játszani rajta nagyon kényelmes, és olyan erősre építettem meg Tomi, hogy nem érzem, hogy bizonytalan lenne. Tehát nagyon, nagyon erős tartása van. Megmutatom a hátulját. Csak hogy teljes legyen a kép, az elektronika is magyar szerkezet, Zolkov, azaz Kis Zoltán munkája, csak dicsérni tudom őt is. Azt kérem, hogy nézzétek el nekem, én nem tudok fretless-el játszani, valamennyire megszólaltatom, hogy halljátok a hangját. Két hatalmas pickup van benne, dual coil pickupok, neodymium mágnessel, jó sok tekercs, jó sok variálhatóság, úgy megpróbálom végig kapcsolgatni az összeset. Teljesen lineáris állásban van, illetve van egy passzív tón, amihez szintén nem nyúltunk hozzá, most mind a két pickup szólt. Saját tapasztalatom alapján, hogyha játszani fretless hangszeren, főleg a hurláp pickupot használnám, úgyhogy ezt hallgassuk meg külön. Szeren. Ugyanakkor én azt érzem, hogy, és Tomit meg is kérdezem, hogy a húrtáv az milyenre van áll? 17 és feles a húrtáv. Aha, 17 és feles. Én 19-eshez vagyok szokva, de fretlessen szerintem jobb az, hogyha közelebb vannak a húrok, ugye itt nem szleppel, nem kell, hogy az ujjunk bele tudjon akadni. Egy rövid groove, hát ha el tudom játszani. Thank you.